Én azt gondolom, hogy az elmúlt évekről is ez az évkezdet sem a könnyű helyzetet fogja jelenteni a hazai agráriumban érdekelteknek és a benne dolgozóknak, de hát volt itt mögöttünk koronavírus, ugye, ahogy az előbb említettem, asszály, szomszédban kirobbant háború nyomrán, megugró energia és inputárak, infláció, ukrán gabona nyomán, ugye ez a dömping piaci anomáliák, egyikre sem lehetett fölkészülni, mindannyiunkat váratlanul ért az elmúlt időszakban, de mindig azon dolgoztunk a Magosszal és a Kamarában, hogy segítsünk tagjainak megtalálni a megfelelő válaszokat is, ezekre a kihívásokra megfelelő tanáccsal tudjunk szolgálni. Én azt gondolom, hogy 2023-ban azért volt egy-két olyan ügy, ami Csongrád Csanád megye specifikus, ilyen volt a földadó kérdése, amely azt gondolom, hogy azért történelmi tett, hogy egyrészt ebből a megyéből indult el, másrészt az ellenzék miniszterelnök jelöltje volt egy olyan programja Hódmezővásárhelyen, hogy aki a termőföldből megél, vagy a termőföldből valami úton, módon haszonra szeretne szert tenni, annak mindenféleképpen hozzá kell járulnia a kasszához. Mi ezt Hódmezővásárhelyről elindítottuk, fogékony volt rá elnök úr, és egy országos aláírás gyűjtő kampányt indítottunk, amelyet 120 ezer gazdatársunk támogatott, hogy nem csak 23-ban, hanem a jövőben sem lehessen, és ugye a parlament is kétharmados többséggel ezt támogatta, hogy a jövőben se lehessen a földre semmiféle adót és semmiféle terhet bevezetni. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos tevékenység volt, nem csak a megyében, hanem országosan is. Természetesen mindenhol próbálunk segíteni. Elnök úr a sajtótájékoztatón említette, hogy a kamara ezekben a hónapokban bővíti falugazdász hálózatát. Itt Csongrád Csanád megyében is 14 új kollégát vettünk fel, akik az elkövetkező időszakban az önök segítségére és szolgálatára lesznek, hiszen sajnálatos módon a papírügyek talán nem csökkennek, hanem inkább még bővülnek is, és az a feladatuk, hogy önöknek a válláról minél több problémát le tudjanak venni. A mai napon azt gondolom, hogy szó lesz az elnök úrtól, illetve majd helyettes államtitkár úrtól is természetesen az uniós támogatásokról, ugye 24-ben elindul a pályázati ciklus. Én csak annyit szeretnék mondani önöknek, hogy 2900 milliárd forint pályázati forrás kezdődhet meg idén ennek a megpályáztatása, ebből 600 milliárd forint uniós támogatás, 2300 milliárd forint pedig nemzeti forrás, amit a magyar adófizetők által tudunk biztosítani a vidéken élők és vidéken gazdálkodók számára. Zárásképpen pedig engedjék meg, hogy a megyei Magosz elnökeként beszéljek arról is, hogy 67 nap múlva az urnák elé fogunk járulni, és egy nagyon fontos kérdést kell majd nekünk is gazdatársaknak eldöntenünk, és akár szavazatunkkal támogatnunk. Arról fogunk dönteni, hogy a jövőben kik képviselik Magyarországot Európában, hogy az agráriumot támogató vagy hátráltató csoportok kerülnek majd többségbe. Én azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk a választ, nem is akarom tovább csépelni a szót, egy jó tanácskozást kívánok önöknek, és egyben felkérem helyettes államtitkár urat, hogy tartsa meg előadását. Köszönöm szépen! Szeretettel köszöntöm önöket. Köszönöm a lehetőséget, hogy tudunk találkozni. Azt gondolom, hogy itt a tavasz elején még, ha már ennyire berobbant a tavasz, mégis van lehetőségünk arra, hogy beszéljünk, hogy milyen idők elé fogunk nézni ebbe az évbe. Ma már elhangzott, hogy mekkora, hány darab pályázati felhívás. Én igyekszek röviden összefoglalni, bár nehéz röviden azt mondani, hogy 69 felhívásnak a részleteiről egy egész napot lehetne beszélni. De mégis fontos azt szerintem elmondani egy ilyen fórumon, hogy kik, mikor, mire, mennyire, hogyan. Mert körülbelül ez a lényeg. Nagyságrendileg 5500 milliárd forint az, ami a közös agrárpolitikának a keretét háttámláját adja az agráriumnak. Ez szolgálja az agrárium megújítását, a mezőgazdaság fejlesztési lehetőségeit és komoly vidékfejlesztési teret. Az elnök úrtól elhangzott, hogy milyennek az uniós megoszlása, 600 milliárd, hogyan arányul majd ahhoz a 2300 milliárd forintnyi hazai forráshoz. Mert hogy Magyarország az a tagállam, vagy az az egyetlen tagállam, a 80% társfinanszírozás mentén valósulhatnak meg a pályázatok. 5400-5500 milliárd forint, majd a végén, amikor váltásra kerül euróról forintra, akkor majd meghatározzuk annak a végleges értékét, de talán érdemes ezt felszeletelni, hogy széthúzzuk ezeket a forrásokat, meghatározni, hogy mire kerülhet ez felhasználásra.
Az első és legfontosabb, az egyes pillér, 2500 milliárd forint, terület és állatalapú támogatás. Falugazdász kollégák, megyei kormányhivatal munkatársainak megkezdődött a képzés. Befogtatása. Az idei esztendőben benyújtható területalapú támogatásnak, ami április 10-ével, vagy annak környékével el kell kezdődjön. Ez azért fontos, ez az egységes kérelem, hogy minden évben ekkortájt beszoktak nyújtani, ez határozza meg, én azt gondolom, a április hónapnak a legfontosabb támogatási időszakát, az összes terület és állatalap után járó támogatásokat. Elnök úr elmondta azokat a kiszámíthatatlan nehéz eseményeket, akár egy aszályt, egy szomszédunkban dúló háborút, vagy egy inflációt, és most nem fogom felsorolni, melyek azok a nehezítő tényezők, amelyek vagy megakadályozzák a jó ötlet megvalósítását, vagy éppen a túlélését kell közösen küzdeni. De a terület alapú támogatás az, amely egészen biztosan egy jól beadott kérelem október 16-a után kifizetésre kerül. Ha csak zárójelben egy számot lehet hozzátenni, akkor ez ott az első egy-két hétben 377 milliárd forint volt 2023-ban. Jó kérelmet kell benyújtani. Nem ígérjük, hogy adminisztratív terhet tudunk csökkenteni, mert a folyamatosan változó világ mindig azt hozza, hogy újabb és újabb szabályoknak kell tudjunk megfelelni. Mi abban tudunk segítséget nyújtani, hogy a szaktanácsadás keretei belül a falugazdász hálózatot megerősítettük. Itt Csongrád-Csanád megyében is, meg a szomszéd megyében megemeltük a létszámot 700-re. Hogy rendelkezésre álljon mindenhol mindenkinek olyan szakértő vagy szaktudással felvértezett falugazdász kolléga, aki érdemben tudja segíteni azt az adminisztratív terhet, amely megjelenik a mindennapi munkavégzés mellett. Ez ezért fontos. Azt javaslom mindenkinek, hogy egy fél órával többet fordítson rá, hogy biztos legyen az októberi kifizetés. Nem nagy dologra kell gondolni, saját területet kell jól megtalálni. Meg azt a haszonnövényt, amit oda vetettünk, azt a kultúrát, azt megmondani, amivel ott éppen gazdálkodunk. Nagyságrendileg ez az, ami a lényeg, vagy az állatoknál az, ami a nyilvántartás szerint van, és a nyilvántartásnak kell rendben lennie. És akkor nincs akadálya a kifizetésnek. Nézzük a kettes pillért. Nagyságrendileg 2900 milliárd forint áll rendelkezésére a hazai agrárium megújításának. Tavaly volt egy bátor vállalásunk, amikor kitettük az ablakba, tavaly év végén, november-december környékén, hogy mit tervezünk ebbe az évbe, 24-ben, mikor, milyen pályázat fog megjelenni. Azt gondolom, helyen közel tudjuk tartani az állításainkat, vállalásainkat. Számos pályázati felhívás már megjelent. Meg most is van kb. 6 darab olyan felhívásunk, amely társadalmasítás alatt van, ahol várjuk az észrevételeket, a véleményeket, vagy éppen a kritikát. Hiszen nem magunknak írjuk ezeket a felhívásokat. Igyekszünk a legszélesebb körben társadalmasítani, bevonni háttérintézményeket, társszervezeteket, minisztériumokat, mindenkit, akinek köze van hozzá, hogy mondja el a véleményét, mert most van lehetőség rá. Ez a 2900 milliárd forintot, ha széthúzzuk, akkor talán a legmeghatározóbb része, mondhatjuk rá, hogy a fele, 1500 milliárd forintnyi forrás áll rendelkezésére, a fejlesztésekre, a beruházás típusúra. Ha számokkal kell mondani, akkor 21 különböző beavatkozás. Ha ezt le kell fordítanom, akkor azt jelenti, hogy ide tartozik a gépeszközbeszerzés, az élelmiszeripar, állattartás, kertészet, üveg, hűtőház, fóliasátrak. Egészen hosszú a felsorolás. Azt kell tudni, hogy 50% a vissza nem térítendő támogatási intenzitás. Talán az az első fontos, amit érdemes megjegyezni. Sikerült megőrizni. Ugyanúgy megyünk tovább, mint ahogy eddig. 50%. Ez azt jelenti, hogy minden jó ötlethez gyakorlatilag a felét adja a támogatás. De van-e feletti rész is? Amikor a vissza nem térítendő támogatás fölötti többlet támogatásra jogosult az, aki mondjuk fiatal gazdának minősül. És az a fiatal gazda, aki nem régebben, mint 5 éve, legfeljebb 5 éve kezdte a mezőgazdasági tevékenységét. Főtitkár úr Tibor hosszan fog beszélni a gazdaság átadásról. Kulcs szerepe van, mert a fiatal gazda és a gazdaság átadásban résztvevő, átvevő, többlet támogatásra jogosult 15%-ra mind a két kategóriában. 15%-kal magasabb támogatás intenzitásra jogosult. Az nem 50, hanem 65. Az, aki saját termelésből származó ökoterméknek az értékesítését tudja kimutatni, többlet 10% támogatásra jogosult. Meg az is, akik közösen valósítják meg a projektjeiket, a jó ötleteiket, többlet 10%-ra jogosult. Azért igyekszünk tanulni az elmúlt időszaknak a nehézségeiből, szeretnénk egy jelentőset előrelépni az előleg finanszírozásban, hogy meg tudjuk adni azokhoz az elnyert pályázatokhoz a kezdő löketet.
kerüljen hozzá, sorbálni a bankba kezességért, garanciáért, és jó sok pénzt fizetni. A másik ugyanilyen nagy újdonsága, én azt gondolom, talán a legfontosabb eredménye a közös agrárpolitikának, hogy dolgozunk azon, hogy a pályázathoz, mert hogy mi 50%-ig, vagy kinek mennyi 50, de legfeljebb 65%-ig tudunk támogatást biztosítani a fennmaradó részt, hát azt látjuk, hogy kell hozzá a hitel. Nincs ennyi a párnacihába otthon, ezért szeretnénk a hitelnél a felmerült kamatköltségeknek az elszámolásához is hozzájárulni. Az elmúlt időszakok bebizonyították, hogy vagy nem lehetett hitelhez jutni, vagy olyan drágán, hogy nem volt olyan jó ötlet, amit érdemes volt megvalósítani. Ezért dolgozunk egy olyan konstrukción, ahol a felmerült kamatokat el lehessen számolni. A másik ugyanilyen fontos része, én azt gondolom az előttünk álló időszaknak, azok a fenntarthatósági célokat szolgáló pályázatok. Agrárkörnyezetgazdálkodás, ökológiai gazdálkodás, erdőtelepítés támogatása. Az erdőnek egy jelentős része megjelent. Az AKG és ÖKO pályázatokon pedig dolgozunk. Több cikluson átívelő pályázatról beszélünk, most legutoljára egy 3 éves sikerült indítani. Most pedig dolgozunk újra egy 5 évesen. Szeretnénk egyszerűsíteni. Nem könnyű, nehezen átlátható, szeretnénk rajta egyszerűsíteni. Megtartani azokat a támogatási, emelt támogatási összegeket, amit a gazdálkodó a különböző vállalásai mentén tud megkapni. Mert hogy ez az az összeg, ami nagyságrendileg teljes mértékben az agrártársadalomba tud jutni. Azt tudjuk mondani ma, hogy a közel 5 millió hektár igényelt támogatásba bevont területekből több mint 1,5 millió hektáron történik fenntartható, környezettudatos vagy ökológiai gazdálkodás. Ez egy komoly eredménye a hazai agráriumnak. Ugyanilyen jelentős előlépés mutatott az erdőtelepítéseknek a támogatása. Nagyon jelentős mértékben bővült az erdősített területek. Köszönhetően annak, jó volt hozzá a támogatás. De nem csak a támogatás kellett, hanem a bátor gazdálkodó, aki vállalta azt, hogy saját területébe erdőt telepít, az ország tüdejét gazdagítja. A harmadik része a forrásfelosztásunknak pedig a vidékfejlesztési, mondjuk úgy, hogy klasszikus értelembe vett vidékfejlesztési rész foglalja magába, ahol nagyon jó partnerre találtunk az önkormányzatokkal. Közel 500 olyan piac újult vagy vadonatúj létesült a településeinken, amit azért akartunk életre hívni, hogy meghatározzuk a település arculatát, legyen elsődleges értékesítési helye a kézműves feldolgozóknak. Majdnem 4500 km mezőgazdasági külterületi út. Ennek a nagyobbik része településeket köt össze. A többi pedig azért fontos, mert megúvja azokat a drága gépeket, eszközöket, vagy gyorsítsa majd a termelést. De volt még ezen kívül számos olyan projektünk, amikor együtt tudtunk működni egyházzal, önkormányzattal, akár Szentgézben és számos projektben. Kiemelt szerepet töltenek be a líderek. Nehéz felsorolni, hogy mi az a 69 pályázati felhívás, ami egészen évvégéig meg fog jelenni. Ütemezetten biztos lesz minden hónapban 4-5. Igyekeztünk mindenkire figyelni. Széthúzni egymás között a különböző gazdálkodó rétegeket, mérethatékonyság szerint. Higgyék el, nem lehet olyan pályázatot írni, ahol egy családi gazdálkodó és egy ZRT együtt fog versenyezni. Hiszen az egyik a megélhetésért küzd. A másik pedig tesz egy vállalás, hogy felvesz még 15 alkalmazottat, és 1 milliárddal nagyobb lesz az árbevétele. Ezért külön pályázati felhívást indítunk a családi gazdálkodóknak. Egy egyszerűsített, könnyített, több gép beszerezhetőségét biztosító, több takarmánytárolását biztosító, akár az állattartásnál. Vagy egyszerűsített elszámolást biztosítani a feldolgozók részére. Újra gondoltuk, újra számoltuk és újra nyitjuk a gyümölcsültetvény telepítést. Az a reménybeli cél, hogy nagyon hamar társadalmasításra bocsátjuk a kertészeteknek szánt üveghűtőházak. Itt a környékre leginkább jellemző fóliaborítású növényházaknak pályázati felhívását. Mert hogy elérkezett az idő, sok szakmai vita után, akár a gyümölcsültetvény telepítés, ami amikor elindult első körbe, akkor csak úgy hívtuk, hogy gyümölcs telepítés pályázata. Ma úgy hívjuk, hogy gyümölcs, gyógynövény, fűszer, aroma, borszőlő, és gyakorlatilag minden, ami ebbe a kategóriába beleolvasható, egy egészen más modell szerint, egy egyszerűsített pályázati modellbe szeretnénk meghirdetni ismét. Rendszeresen. Ezeket a pályázatokat nem egyszer hirdetnénk 2024-ben, hanem rendszeresen. Legyen idő mindenkinek felkészülni. Társadalmasítás után legalább 30, inkább 60 napot fogunk biztosítani arra, hogy mindenki megtalálja
akár a gépértékesítőt, a pályázatíróját, a tervezőjét, a kivitelezőjét, jól megfontolt, jól átgondolt pályázatokat kell benyújtani. Ekkor a támogatási összeg felhasználására én azt gondolom, hogy minden időben megjelentetett pályázati felhívás valódi segítséget fog tudni nyújtani. Még akkor is, ha nem vagyunk könnyű helyzetben. Vagy az a száj, vagy a szomszédunkban dúló háború, vagy hogy drágában termelünk, mint amennyit eladunk, mert egyébként ezek a tények. A vidékfejlesztési programnak az elmúlt időszakban az öntözés fejlesztése talán a, mondhatjuk rá, hogy a leghosszabb ideig nyitva lévő pályázati felhívása volt. Most pedig azon dolgozunk, hogy meg tudjuk nyitni ismét a közös agrárpolitika keretéből, rendszeresen, folyamatosan, nem is mondom, azt sem mondom, hogy folyamatosan nyitva akarjuk tartani, inkább azt mondom, hogy negyed évente meghirdetni. Legyen meg az a biztonság, mert mire eljutunk oda, hogy az öntözést megterveztetjük, engedélyeket szerzünk és eljutunk oda, hogy legyen miből mit öntözni, ez egy hosszú folyamat. Legyen meg az a biztonság része, hogy bátran terveztessenek. Mert hogy a forrás és a felhívásnak a különböző szakaszai egészen biztos, hogy rendelkezésre állnak. A mai nap egyik fő témája, én azt gondolom, a generációváltás, a gazdaság átadása, a nemzedékek megújulása, vagy ahogy Tibor mondja, az agrártársadalom előregedésének megállítása. Mi közösen régóta és sokat beszélünk arról, hogy hogyan lehetne ezzel ellen tenni, vagy ezért tenni. Mit kell tennünk ahhoz, hogy legyen mondjuk egy új fiatal gazda támogatás. Hogy legyen mindenkinek helyben biztosított boldogulása. Vagy készítsünk egy olyan mezőgazdasági kisüzempályázatot, amiről azt gondolom, hogy a vidékfejlesztési program legnépszerűbb intézkedése volt. Mert találtunk 15 ezer olyan családi gazdálkodót, aki azelőtt soha nem tudott pályázni. Hogy vegyen belőle újat vagy használtat, földet, gépet vagy állatot. És azért mondok szélsőséges példát, mert általában pont ezek azok, amik nem pályázat kompatibilisek. Ezért is gondolom, hogy a legnépszerűbb intézkedése volt, hogy 15 ezer családnak a mezőgazdasági tevékenységét, ha sikerül megőrizni, meg a megélhetését kisegíteni ezzel a formával. A fiatal gazdában is hosszú-hosszú vita van mögöttünk, hogy ki a fiatal gazda, az, aki még soha nem csinálta, vagy az, aki benne van a családi gazdaságban. Meg az is, aki ma már erdőtelepítéssel foglalkozik, és erdőgazdálkodóként mégis része a mezőgazdaságnak. Hát ez mindegyik része az előttünk álló időszak kb. Júniusban megjelenő fiatal gazda pályázatnak. Valamikor őszre, augusztusra tervezünk szeptemberre egy technológiai megújító pályázati csomagot. Ennek része kell, hogy legyen a precízió, a digitalizáció. Nem kerüli el az agráriumot, se azt gondolom, hogy nem tudunk elmenni mellette. Ez nem csak a szántóföldi növénytermesztőké. Az állattenyésztőké, a hajtatott kertészeké, mindenhol jelen van. Ahol csak járok, mindenhol el szoktam mondani, hogy 5-10 évvel ezelőtt csak a tévében láttunk drónt. Ma valószínűleg itt is, meg a szomszéd településen is van belőle. Ha ilyen tempóba haladunk, nem maradhat le, én azt gondolom, az agrárium a digitalizációról. Még akkor is, hogyha azzal is tisztában kell lennünk, hogy az is egy komoly erőlelépés, aki a kisfűkés 50-es traktorját ki fogja cserélni egy ilyen modernebbre. Mindenkinek biztosítunk benne fejlődési lehetőséget, nem kell rögtön a názára gondolni. A helyi valóság az mind a kettő szélsőségén azt gondolom, vidékről jövünk és oda is megyünk mi is vissza. Ennek kell tudjuk megkeresni annak a lehetőségét, hogy valódi előrelépést lehessen felmutatni a hazai agráriumban. A hatékonyság, a feldolgozóiparnak a jelenlétét biztosítani vagy megteremteni, a meglévőeket megújítani, a termelés biztonságnak talán az első záloga, ha van hova eladni. Mert azt látjuk, hogy termelni már tudunk. Tárolni is. A legnagyobb fejvakarást az eladás okozza. És ahhoz, hogy tudjunk eladni, kell hozzá valószínűleg egy erős áruvalakképesség mellett egy feldolgozó kapacitás. Azt is mindenhol el szoktam mondani, hogy nekem azt tanították annak idején, hogy a megtermelt javakat bőrében kell eladni. Szerintem ma meg vákum csomagolva. Erre kell tudjunk közösen felkészülni, és ezek a pályázatok, amelyek meghirdetés előtt állnak, ezekhez fognak lehetőséget biztosítani. Legyen együttműködés, legyen tudásátadás ebben a felgyorsult világban, amikor az agrárium is jelentősen fejlődik. Azt a tudást kell szétosztanunk egymás között, amivel lehet, hogy könnyebben, hamarabb vagy hatékonyabban tudunk gazdálkodni. Vagy éppen piacra jutni, vagy eladni. Ezek lesznek ennek az évnek a kihívásai. Én kívánom önöknek, hogy
hozzanak bölcs és megfontolt döntést. Éljenek ezekkel a lehetőséggel, mi igyekszünk partner lenni benne, a kérdésekre pedig válaszolni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Ki hallott már önök közül halál eseti rendelkezés? Bankoknál lehet ezt megtenni. Kérhetném, hogy 1, 2, 3, 4, van egy pár kéz, látom, de a többség még mindig nem tud róla, és szerintem nagyon fontos, hogy beszéljünk róla. Itt arról van szó, édesapa bemegy a bankba a fiával. Azt mondja a bankban, hogy én szeretnék egy haláleseti rendelkezést tenni, magyarán, hogyha meghalok, akkor a fiam hozzá tud férni a számlához. Ugye ez egy jó lehetőség. A édesapa váratlanul meghal, a fia bemegy a bankba, van mondjuk a bankszámlán 30 millió forint, felveszi a 30 millió forintot, kifizeti a számlákat. De egy dolgot hagyd mondjak meg önöknek. Azzal, hogy ezt a fiú 30 millió forintot felvette, azon a 30 millió forint kikerült a hagyatékból. Tehát legyenek tisztában azzal, aki a haláleseti rendelkezést tesz, az a hagyatékban az a pénz, amit onnan a bankszámlára felvesznek, az már nem fog beletartozni a hagyatékba. Jó, menjünk is tovább, mert bízok benne, hogy ezt az édesapát meggyőztem. Eleve a végrendelkezés nem szokásos, nem csak a gazdák között, hanem elefetlen a magyar gazdatár, vagy a társadalomban. Ugyanis hát nyilván senki nem akar még családi konfliktust a halál előtt, hogy most melyik gyermeknek mit adok, hogy ők azon összevesztenek. Én bízok benne, hogy nem csak ezzel, de meg tudom győzni azt az édesapát az önök soraiban, hogy gondolkodjon egy kicsit az, hogy az életében hogyan tudja átadni a gazdaságát. Tehát hogyan tudja még az életében egy rendezett folyamattal átadni azt a működő gazdaságot. És ugye rögtön felmerül az első kérdés, amit a második sorban látnak, hogy vajon ezt a családon belül adja át valaki családtagnak, vagy ha senki nem akar vele foglalkozni, vagy nem bízik senkiben úgy a családban, hogy vinné tovább a gazdaságot, akkor mondjuk egy külső partnernak eladja ezt a gazdaságot. Én azt gondolom, ez egy érzelmi kérdés is, de alapvetően azt tudom mondani, hogy amiről most szó lesz, a gazdaságátadás, a pályázati pénz, az a családon belüli gazdaságátadást támogatja. Ennek sok oka van, én azt gondolom, hogy ennek részét fel se kell sorolni, nyilván önök is tisztában vannak vele, hogy a családon belüli működést támogatjuk, a családi gazdaság, az ötségi, az őstermelő, de van egy kult szó, ami miatt mi kifejezetten kértük, hogy nem csak, hogy kétharmados jogszabályba kerüljön be ez a rész, de hogy családon belül lehessen csak átadni a gazdaságot, ez pedig a termőföld. Miről van itt szó? Ugye aki gazdaságátadási szerződést költ, amiről most szó lesz az előadásunkban, ezt majd nem kell kifüggeszteni. Tehát úgy lehet átadni nagymama akár az unokájának, akár unokatestvérnek is, tehát akár a tág családban is, hogy ezt nem kell majd kifüggeszteni. És kicsit gondoljunk bele, hogyha családon kívül megnyitnánk ezt a lehetőséget, akkor kicsit gondolkodjunk mondjuk egy bocsánat, én is jogász vagyok, de mondjuk egy olyan ügyvéd fejével, aki keresi ezeket a lehetőségeket, ő biztos, hogy nem adásvételi szerződést kötne egy földre, ha meg akarná venni, hanem gazdaságátadást, mert azt nem kell kifüggeszteni. Gyakorlatilag kétharmados földforgalmi törvény alól húznánk ki a talajt. Úgyhogy ezért jeleztük mi a MAGOSZ és a Kamara részéről, hogy a gazdaságátadási szerződés kifüggesztés nélkül lehetőségként ez csak a családon belül legyen biztosítva, és nyilván a pályázat is ehhez kapcsolódik. És nem kevésbé fontos kérdés a harmadik sorban látható őstermelő. Ugye ha az őstermelő mondjuk pénzügyi nehézségekbe kerül, fizetetlen számlái vannak, akkor jó, hogyha tudják, hogy a teljes vagyonával köteles helytállni. Magánszemélyként gazdálkodik. Ellenben, hogyha céges formában gazdálkodik, akkor a cég vagyonával felel csak, és ráadásul egyébként, hogyha váratlanul meghalna ez az őstermelő, akkor gyakorlatilag a cég működése nem fog lefagyni. Nem kell ez a haláleseti rendelkezés, mert a cégnek van egy bankszámlája, arról lehet egyébként utalni a számlákat. Tehát igenis van tere és lehetősége a cégeknek, vagy akár a családi gazdaságoknak, a családi cégeknek a magyar mezőgazdaságban, nem csak azért, mert adómentes a haszonbérlet, meg adókedvezményt vehetünk igénybe, de alapvetően én azt gondolom, hogy ez is egy érdemes elgondolkodni annak az édesapának ez a lehetőség. És a negyedik lehetőség, ami nincs a dián, mert először az előadás, az pedig a gazdaságátadás. Ez egy teljesen új lehetőség. Ilyen nem volt korábban a magyar, sem a magyar mezőgazdaságban, sem a magyar jogrendszerben. Itt arról van szó, hogy egy szerződéssel lehet átadni a teljes gazdaságot. Ennek a címe is az lesz, hogy gazdaságátadási szerződés. Tehát ez egy teljesen új dolog, hatályba lépett már az erről szóló jogszabály,
De nyilván még nagyon kevés ilyen szerződést kötöttek, majd el is mondom, hogy mikor várható a nagy dömping. Amit most ezen, amit ilyen látnak, az pedig a támogatási összeg. A NIL utáni részt érdemes nézni, mert az az előtti sor az már egyébként kevésbé időszerű, ez egy korábbi dia. De a NIL utáni rész az továbbra is irányadó, itt arról van szó, és remélem, hogy mindenki látja tőlem a számokat, hanem akkor egy pillanatra hátrébb állok. Jó, tehát 40 ezer euró, 70 ezer euró és 100 ezer euró. Ezeket az összegeket a stratégiai terv tartalmazza. Aki majd gazdaság átadási szerződést köt, ott mind az átadó, mind pedig az átvevő tud majd pályázni Papzsoltéknál vidékfejlesztési pályázat keretében gazdaság átadási támogatásra. És ebben a nehéz piaci helyzetben ez egy óriási segítség, azt higgyék el nekem, nyilván önök is tudják. Ezeket az összegeket kétszeresen lehet megkapni, mind az átadó, mind pedig az átvevő meg tudja kapni. Ehhez nem kellenek számlák, ehhez nem kellenek beruházások, ez egy friss, szabad, átalány tőke lesz a gazdaságban. Tehát ez, én azt gondolom, ez egy óriási lehetőség lesz, nagyon komoly rá a nyitottság is. Feltétele, a legeslegfontosabb feltétele, hogy gazdaság átállási szerződést kell kötni. Majd röviden meg is nézzük egyébként, hogy mik ezeknek a legfontosabb feltételei. Annyit még szeretnék elmondani, hogy a gazdaság, az átadott gazdaság méretéhez kapcsolódik majd a támogatás összege. De nagyon fontos, és mindenhol el kell, hogy mondjam, nyilván a kis és közepes gazdaságokat kívánjuk ezzel támogatni, tehát egy bizonyos méret fölött, itt egy 300-400 hektár fölött, már nem fog érdemben növekedni a támogatásnak az összege, ellenben azért egy 20 hektáros gazdaság átadása, meg egy 100 hektáros között lesz különbség a támogatási összegben, de én azt gondolom, ezt nem is kell különösebben magyarázni. Nézzük meg nagyon röviden, hogy ki lehet átadó, meg ki lehet átvevő, meg mit érdemes átadni, meg néhány hasonló gyakorlati kérdés. Én bízok benne, hogy azoknak is tudok információt adni ilyen földügyi szabályok kapcsán, aki nem gondolkodik gazdaság átadásban, mert lesz, hogy haszonbérletről, meg adásvételünk ajándékozásról is. A lényeg az, hogy a gazdaság átadó az 60 évtől idősebb kell, hogy legyen. Generációváltásról beszélünk. Azzal, hogy a magyar gazdaságban az átlag életkor az 58 év, én azt gondolom, hogy az nagyon jól mutatja, hogy szükség van egy generációváltásra, lehetőség biztosítás. Ez egy lehetőség, nem kötelező ezzel élni, de aki él vele, az nem csak, hogy át tudja adni a gazdaságot, hanem támogatást is igénybe vehet. Jó, tehát nagyon fontos az átadó, 60 évtől idősebb kell, hogy legyen, legalább 10 év őstermelő egyéni vállalkozói tevékenységekkel rendelkezni, mezőgazdasági területen. És nagyon fontos az is, hogy ami majd átad földeket, azoknak a használatával vagy ő, vagy a családtagja, vagy a közeli, vagy tehát a családi cég kell, hogy bírjon. Jó? Tehát ha már szívességi használattal átadta a fiának, az is rendben van, az is beleértendő ebbe a körbe, az is átadható lesz. És még egyszer mondom, a pályázatnak az összeg az attól függ majd, hogy egyébként mekkora az átadott gazdaságnak az értéke. Nézzük a másik oldalt, átvevő. Nem véletlenül beszéltem arról, hogy családon belül átadás van, tehát főszabály szerint az átadónak és az átvevőnek rokoni kapcsolatban kell egymással lennie. Ez lehet tágabb kapcsolat is. Lehet akár unokatestvérek is átadni, de nagyon fontos, hogy az átvevő az 50 évtől fiatalabb legyen. Tehát először átadó 60-tól felfelé, átvevő 50-től lefelé. Az lehet, hogy egy 100 éves dédnagymama 18 éves dédunokájának átadja, de alapvetően a 60-tól felfelé és 50-től lefelé. Ennyit érdemes mindenképp megegyezni. Az átvevőnek is őstermelőnek vagy mezőgazdasági egyéni vállalkozónak kell lennie, de neki már nem 10 éve, csak az átadáskor legyen meg ez a státusza. És akkor nézzük is a következő diát. Ez nagyon fontos információ, ami az elsősorban látható, és akkor tényleg hátrébb megyek mindig. Az átvevő az csak egy személy lehet. És akkor visszakanyarok oda ahhoz az édesapához, aki az önök sorában él, mert ő joggal állhatna most fel, és mondhatná azt, hogy nekem 3 gyerekem van. Melyik másik 2 gyermekem is sem bízem ki a várt örökségéből, azzal, hogy egyébként önök előírták azt, hogy csak egy személy lehet az átadó. És hagyj adjak erre egy, én azt gondolom, egy fontos választ. Ugye ugyanaz van, mint az osztatlan közös tulajdonnál. Nem szabad, hogy daraboljuk a gazdaságokat, ezért lett a főszabály az, hogy egy személy lehet az átvevő. És aznak az édesapának, aki ezt a kritikát hozzáteszem, jogosan megfogalmazná, neki pedig 2 alternatívát tudnék javasolni. Az első alternatíva az, és ez nagyon fontos, ez mindenkinek információ,
hogy nem szükséges a teljes gazdaságot átadni. Lehet, hogy az édesapának van 100 hektár földje, és ő azt mondja, hogy én csak 50-et adok át a gazdaság átadásra, a másik 50-et meg majd vagy most, vagy később ajándékozással a másik két gyereknek, hogy ezt megtartom magamnál, de alapvetően van lehetőség a részleges gazdaság átadásra. A második alternatíva, az pedig az alsósorban láthatják, ez azt jelenti, hogy az édesapa úgy adja át a gazdaságot, hogy a földeknek a tulajdonjogát, azt megtartja saját magánál. Kvázi egy föld használatot ad át a gazdaság átadási szerződéssel, 20 évre lehet ezt átadni, akár még haszonbérleti díjat is ki lehet kötni, de ezt ne úgy tekintsük, hogy ez egy külön szerződés, ez a gazdaság átadás részeként kerül átadásra. És hát nagyon fontos, ami a következőben látható, egy kis egy pillanatra hátralépek. Ami szóban is elhangzik, az pedig az, hogy ez a díja, én azt gondolom, hogy az önök számára a legtöbb feladatot fogja adni. A gazdaság átadásban az önök legkomolyabb és legnagyobb feladata az lesz, hogy össze kell érni, hogy mi tartozik bele a gazdaságba. És itt arra kérem önöket, hogy ne csak arra gondoljanak, hogy föld, meg gép, meg állat, meg szárító, meg rengeteg más egyéb dolog, ne csak a dologi vagyonra gondoljanak, hanem gondoljanak olyanra is, hogy például egy haszonbérlet. Gondoljanak arra, hogy egy termeltetési szerződés, egy hitel, egy agrárszétségi kártya, egy leasing, egy öntözési engedély, egy hatósági engedély. Most mondok egy extrém példát, tenyésztő szervezeti tagság. Mondok egy másik példát, mondjuk az öntözési engedélyről volt szó, de mondjuk az a telefon, amivel én intézem a gazdaságnak az ügyeit, annak az előfizetése, egy MOL tankolókártya, egy biztosítás. Tehát rengeteg minden tartozik bele a gazdaságban, ezekről nincs egy egységes nyilvántartás, viszont azt tudom önöknek elmondani, hogy amit beleírnak ebbe a szerződésbe, az átszáll, amit nem írnak bele, az nem száll át. Ez ennyire egyszerű, tehát én azt gondolom, hogy ha rendezni akarják a gazdaságnak a teljes sorsát, akkor ezeket igenis át kell venni és át kell gondolni. És akkor nézzünk néhány gyakorlati megközelítést. Az az édesapa, aki itt ül az önök sorában, ő azt mondja, és csettint egyet, hogy kezd jónak tűnni ez a dolog, a pályázati pénz is jó. A nagy kérdés az, hogy viszont amikor átadom a gazdaságot, akkor ezt igényesen kell megtennem, vagy például kérhetek érte pénzt a fiamtól, jelképes összeget, vagy teljes pénzt kell kifizetni, mennyi pénzt kell kifizetni. Ennek én azt gondolom, hogy elsősorban egy érzelmi megoldása lesz, tehát hogy ezt a családon belül érzelmileg kell eldönteni, hogy vajon kérjünk-e pénzt a fiútól azért, mert átveszi a gazdaságot, vagy pedig ingyenesen adjuk át. Én most jogi érveket szeretnék ehhez adni. Aki ingyenesen adja át a gazdaságát, az csak közeli hozzátartozó részére tudja átadni ezt. Jó? Ez a termőföld forgalom, termőföld ajándékozás szabályaiból következik. Ugye nem véletlenül mondtam, hogy a földforgalmi törvénynek a szabályait itt is alkalmazik-e. Nem lesz kifüggesztés, de alapvetően 300 hektáros tulajdoni maximum. Hol lehet ez probléma? Édesapának ugye mondtam, hogy van 100 hektár, a fiúnak meg már van mondjuk 200 hektár, akkor a fiú nem tudja átvenni az apától ezt a 100 hektár. De mondok egy sokkal gyakoribb példát. Apának van 100, anyának van 100, fiúnak van 100. Semmi akadálya nincs, hogy apa meg anya egy szerződésben adja át a gazdaságát, 100 meg 100 hektár, de akkor is 300-nál több lesz a fiúnak. Mit tehet ilyenkor a fiú? És akkor egy kicsit menjünk át a földforgalom szabályaiba, ugye a fiú úgy dönt, hogy ő ajándékoz a kiskorú gyermekének. Vajon lehet-e ajándékozni kiskorú gyermeknek önök szerint? Bólogassunk, lehet-e. Miért lehet ezt megtenni? Azért, mert hogyha bárkinek ajándékozunk, nyilván közeli hozzátartozónak lehet, de nem csak kiskorúnak, akár nagykorúnak is, akinek ajándékozunk, annak azzal szemben nem elvárás, hogy ő földműves legyen. Tehát nem kell kiváltani a földműves státuszát, csak akár én a nagymamának is tudnék ajándékozni, aki nem foglalkozik mezőgazdasággal. Jó, tehát az ajándékozás ebből a szempontból egy jó lehetőség, egy eszköz arra, hogy aztán a családon belül továbbadjuk a földeket, akár a gazdaság átadás előtt is. De az nagyon fontos, hogy a kiskorú gyermeknek ajándékozunk. Ugye van egy olyan jogi lehetőség, önök is ismerik, haszonélvezet. Ugye miért jó, miért hasznos a haszonélvezet, ugye nevében is benne van. Azért, mert én ajándékozok a 3 éves kisfiamnak, úgy, hogy a haszonélvezeti jogot fenntartom magamnak, ugye ez az ajándékozási szerződésben benne van, hogy haszonélvezetet fenntartom magamnak, ezt meg lehet tenni,
És innentől kezdve hiába a 3 éves fiamat tulajdonos a földnek, én ugyanúgy tovább tudom használni a földet, sőt, még a használatát is át tudom engedni. Akár bérbe tudom adni a földet. Tehát ez egy hasznos eszköz, egy dologra figyeljenek, ha kiskorú gyermeknek ajándékoznak, haszonélvezettel terhelten, akkor mindenképpen el kell menni a gyámhatósághoz, mert kell ilyenkor a gyámhatósági vágyás. Ezt azért fontos tudni. Ha egyetlen egy mondatom lenne önök előtt itt az előadásban, de hál' Istennek több szót is kaptam, az a második sor lenne. Kicsit hátrébb lépek, hogy lássák. A második sort nézzék kérem. Az szerepel, hogy illeték SZIA meg ÁFA, meg odaírhatnám, hogy eljárási díj, ez egy óriási eredmény, higgyék el, és ezért, ha csak egy mondatom lenne, biztos, hogy erről beszélnék, ugyanis a gazdaság átadási szerződést, aki megköti, aki így adja át a földjeit, a gépeit, az állatait, a pályázatait, a hiteleit, ezért az átadásért sem SZIA-t, sem illetéket, sem ÁFA-t nem kell fizetni, jogutódlással, szállát, minden, sőt eljárási díjakat sem kell fizetni a földhivatalban. Tehát ez egy teljes közteherés eljárási díjmentesség lesz, sőt még arra is figyeltünk, hogy amikor mondjuk a hitelt adjuk át, legegyszerűbb példa agrárszétségi kártya, ugye ott közjegyzői okiratba foglalás szükséges, vagy egy beruházási hitelnél. Arra is figyeltünk, amikor majd módosul a hitelszerződés, akkor ne legyen közjegyzői díj se. Tehát én azt gondolom, hogy elég jól körbejártuk ezt a témát, ez egy óriási eredmény, azt gondolom. Ugye 300 hektárig lehet átadni a földeket, erről már beszéltünk. A díján látható az is, hogy van a lehetőség, hogy a tulajdonjogot megtartsa magában az édesapja, és csak a használatot engedje el, haszonbérlet átadása. Egy kicsit más dolgokat is szeretnék elmondani a haszonbérletről, nem csak a gazdaság átadás kapcsán. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hát a magyar termőföldeknek több mint a 60% az haszonbérletet más földhasználati szerződés útján kerül hasznosításra. Tehát gyakorlatilag 60%-át a magyar termőföldet nem a tulajdonos használja. És amit szeretnék erről beszélni, az pedig az, hogy édesapa használja a földet, ő a haszonbérlő, és szeretné átadni a gazdaságot, és tudja azt, hogy a haszonbérletet is át kéne adni, hogy a fiú tudjon rajta gazdálkodni. Hogy tudja ezt megtenni? Van-e olyan jogi eszköz, amivel most át tudja adni a haszonbérletet? Ez az úgynevezett alhaszonbérlet. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a haszonbérleti pozíciót továbbadja az édesapa fiának, vagy akár külső fiának is lehet, ehhez egy újabb szerződést kell írni, kell hozzá a bérbeadó hozzárulása, meg kell indokolni, hogy miért adja át a földet, de alapvetően ez egy működőképes konstrukció, a fiú tudja használni a földet, ő veszi fel a támogatást. A buktató ezzel szemben az, hogy a fiú átvette a gazdaságot, veszi fel a támogatásokat, és amikor lejár az eredeti szerződés, mert ugye az is hatályban van még, akkor ugye úgy van a fiú vele, hogy hát minek közösködjek már itt apával, majd én közvetlenül most már megkötöm a bérbeadóval a szerződést. Eddig alhaszonbérlő volt, de most már ugye úgy van vele, hogy ha lejárt az előző szerződés, akkor már velem kösse meg a bérbeadó. Meg is kötik, majd jön a kormányhivataltól az elutasítás. Ugyanis az a volt haszonbérlői rangkely, önök is nagyon jól ismerik ezt, az csak az eredeti bérlőnek jár, az alhaszonbérlőnek nem. És ezt a problémát is megoldottuk a gazdaságátadási szerződéssel. Magyarán, aki beleírja majd a szerződésbe, a gazdaságátadási szerződésbe, hogy haszonbérletet átadom a fiamnak, az átvevőnek, akkor az jogutódlással átszáll. Megszűnik édesapának onnantól a haszonbérlet, nekem már nem lesz kötelezettsége, a fiú felel ezért, és lesz egyébként erő haszonbérleti rangkelye is. De ha már itt vagyunk a volt haszonbérlőnél, tettünk egy jogalkotási javaslatot, és úgy néz ki, hogy ez át is fog menni, vagy be is fog kerülni a törvénybe, ugyanis ez az ország egyes megyeiben egyáltalán nem azonos, hogy mit tekintünk volt haszonbérlőnek. Mondok egy egyszerű példát, 2023. december 31-én lejárt az én bérleti szerződésem, és van olyan kormányhivatal, most éppenséggel nem tudom, hogy itt a megyében hogyan értelmezik, de van olyan kormányhivatal, aki azt mondja, hogy továbbra is csak a lejáratig lehet erre a rankhelyre hivatkozni, a volt haszonbérlő rankhelyre. Ugye a jogalkotói szándék az volt, hogy a lejárat után egy évig lehessen erre hivatkozni, tehát hogyha nem is köti meg vele a bérbeadó, de mondjuk mással megköti, egy évig még tudjon rájelentkezni mindenkit megelőzően. És akkor igazából ezt szeretném most tisztázni a jogszabályban, hogy egységes legyen minden megyében, ugyanúgy értelmezzi, hogy ha 23. dec 31-én lejár a bérleti szerződésem, akkor 24. dec 31-ig még élhetek ezzel a rankhelyemmel. És akkor
Most a másik oldalról vizsgáljuk meg a kérdést. Van egy, nekem lejár december 31-én a szerződés, a 23 lesz 31, és a bérbeadó már úgy van vele, hogy hát ennek a Csettibornak nem akarnám adni még egyszer bérbe a földet. De én hallott itt az előadásom, mert ezt szóltam magam, hogy a volt haszonbérlő mindenkit megelőz. A kérdés az, megelőzheti-e valaki az eddigi bérlőt? Önök szerint meg lehet-e előzni valamilyen módon az eddigi bérlőt? Akár az egyéves időtartalomban is. Igen, vannak olyan lehetőségek, és erről szeretnék beszélni, ha mondjuk helybeli állattartó, vagy helybeli ökotermesztést vállaló személy, helybeli vetőmagos, aki vetőmagot termel majd azon a területen. Ha vele kötik meg a haszonbérleti szerződést, akkor hiába jelentkezik rá a volt haszonbérlő, akár egy éven belül is, azonosan kell fognak állni, de ilyenkor köztük azt fog dönteni, hogy egyébként kivel kötötték meg a szerződést, és automatikusan a szerződés szerinti bérlőt hozzá ki nyertesként. Jó, tehát a kérdés az, hogy megelőzhető a volt haszonbérlő, igen, helyben lakó állattartó, helyben lakó ökotermesztő, helyben lakó vetőmagtermesztő. Ezzel érdemes tisztában lenni. Ha a volt haszonbérlővel kötik meg a szerződést, őt viszont senki nem tudja már így megelőzni, mert akkor ez a szám szabály alapján már ő lesz az első. Hát szép estét kívánok mindenkinek. Remélem még van erő, van energia. Igyekszem nagyon rövid lenni, de néhány dolgot feltétlenül kell mondjak. Kicsit korábbról kezdem, mint amire esetleg most a napjainkban nagyon gyakran gondolunk. Én onnan szeretném kezdeni, hogy akkor, amikor a 7 éves költségvetést tárgyaltuk, a büdzsét tárgyaltuk, akkor már láttuk, hogy baj lesz. Pontosan ezért elég sok vitánk zajlott. Győrfi elnök úrral annó Brüsszelbe borogattak a Covid alatt a szalmabálákat a bizottság előtt. Nagyon sok vitát folytattunk a bizottsággal. Pontosan ezért látta a magyar kormány, hogy nem lesz elegendő forrás, ekkor jött be a 80% nemzeti kiegészítő támogatás. Talán emlékszünk rá, ez úgy történt, hogy a kettes pillérből áttettünk jelentősebb összeget az egyes pillérbe, és a kettes pillért pedig nemzeti kiegészítő támogatásokkal egészítettük ki. Így tudtuk elérni azt, hogy a többi tagállamokhoz viszonyítva az 1 hektár első támogatás jelentősen több lett, mert a csökkenés mértékét kompenzáltuk az előbb említett manőverrel. Hát ennyit talán az összegekről. A másik kérdés, nagy vitát váltott ki annó, az úgynevezett Green Deal, azaz a zöld megállapodás. Ezt azért szeretném is ki kell, hogy emeljem, mert óriási viták közepette született meg ez a döntés. Nem volt hatástanulmány, egyszerűen az Európai Bizottság úgy döntött, hogy az ő részükről egy erősen zöld fordulat kell, hogy bekövetkezzen, és hát így született meg az a döntéssorozat, ahol a műtrágya használat, a növényvédőszer használat, a talajműveléssel kapcsolatos különböző intézkedések, az öntözés szinte tiltása, vízgazdálkodással kapcsolatos külön intézkedések megszülettek, állattenyésztésben állatjogi intézkedések, a különböző hozamfokozók kitiltása, antibiotikumi kitiltása, sertésnél farokkurtítás kizárása, szállítási távolságok csökkentése, sorolhatnám. Na ezek mind ebben a csomagban kerültek elfogadásra, külön nem született olyan intézkedés, amely lehetővé tette volna, hogy a gazdák érdemben bele tudjanak szólni. Mondtam, hogy nem volt hatástanulmány, de volt egy. Méghozzá kicsit távolabb készítették el az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztérium, az USDA készítette el, és ugye hát csak néhány számot említsek, már akkor jelezték, hogy amennyiben ezt a Windirt, ezt az zöld megállapodást elfogadják, ez 72 milliárd csökkenést jelent évente. A GDP éves 72 milliárdos csökkenését jelenti az Európai Unió költségvetésében. Ezt
Sajnos azt kell mondjam, hogy figyelmen kívül hagyták, kierőszakolták, és ami nagyon kellemetlen volt, emlékszünk rá, hogy ugye, amikor elfogadták a Grindilt, majd annak alap, ugye két éves kicsúszással, majd annak alapján elkészültek a nemzeti stratégiai tervek. Azt mondta, először a brüsszeli készült el, azt mondta a biztos, hogy hát a vázlat az elég, tehát a vázlat az egy olyan 80 oldal lesz, illetve hát nem sokkal lesz több a teljes anyag sem. 1512 oldal lett a 80 oldalból. Tehát egy túlzott bürokratikus eljárási rend alakult ki. Ezt kifogásolták. Ez már eleve nagyon nehéz helyzetet okozott, azonban érkezett egy olyan helyzet, egy olyan kihívás számunkra, amit bizony igazán már, amit még megtetézett az asszály, és szinte elhetetlenül szélére kerültünk, Európai Uniós szinten. Mit jelent ez? Ugye a Covid után, amikor az orosz-ukrán háború berobbant, akkor onnantól kezdve csak azt érzékeltük, hogy először is a bizottság döntött arról, hogy megadja az Európai Uniónak a teljes vámmentességet minden agrár- és élelmiszeripari termékre. Ez a teljes vámmentesség először a frontországokat érintette súlyosan, mert nyilván itt az ideáramló áruk tömege az a teljes agrárélelmiszerpiacot berobbantotta. Először is azzal, hogy az árakat lefelezte, ugyanakkor, mivel a szankciók folyamatosan, ugye most talán a 13. szankciónál tartunk, az orosz ország irányába történő uniós szankciókat életbe léptették fokozatosan. Ez azt jelentette, hogy az inputoknál nagyon komoly áremelkedés következett be. Nyilván, ha most számszerűsíteni kellene, egy hihetetlen nagy veszteséget bennünket. Az egyik az, hogy a szankciók nem érték el azt a hatást, amit vártunk tőle. Személyes élményem volt, Moszkvában jártam, mikor a szankciókat első körben bejelentették, akkor azt mondta az Orosz Gazdaszövetség elnöke, hogy alelnök úr, köszönjük az embargót, ilyen jót még velünk soha nem tett senki, ilyen gyors fejlődésen az orosz mezőgazdaság még nem ment át és nem megy át, úgyhogy köszönjük. A termelésben akkor közölte, hogy meg fogjuk duplázni a hozamokat, bővítjük a termésskálát, feldolgozóiparkhoz szerűsítjük. Mi történt? Mindez szó szerint úgy, hogy mindezt túl teljesítették, ma Oroszország gabonából 50 nettó, tehát nettó importőr volt Oroszország, most nettó exportőr, 50 millió tonna gabonával van pluszban a világpiacon kint ma. Ez egyik, ami az embargók hatása. A másik, és utána majd eljutunk mindjárt a mai helyzethez is, meg az intézkedésekhez, meg ahhoz, mi ott tendünk. A másik, ami nagyon fontos dolog volt, hogy hát a orosz intézkedések mellett természetesen, ahogy megnyitották a piacainkat, így először még csak mi érzékeltük. Majd még akkor a spanyolok, franciák örültek annak, hogy olcsó gabonához jutottak, és ugye főleg a spanyolok az állattenyésztésben nagyon erősek voltak, így érzékelhető volt, hogy ők még ennek örülnek. Már ez nem sokáig volt így, mert nyilván őket is elérte ez a hatás. Tehát összességében először azt kértük, hogy mirtóztasson az Európai Bizottság intézkedni arról, hogy a legalább a gabona esetében és az olajsmagok esetében zárják le a határt. Ez nem történt meg, hanem a határt változatlanul nyitva hagyták, nagy nehezen több demonstrációs hullámra válaszul május és szeptember 15 között négy termékre
húzat, kukorica, napraforgó és... ja igen, a repce esetében erre a négy termékre lezárták a határt. Na ez gyakorlatilag egy nagyon-nagyon gyenge hatás volt, de mégis valamit jelentett, majd szeptember 15-én ismét feloldották. Na innentől kezdve intézkedett a magyar kormány, és azt mondta, hogy 23 termék esetében lezárjuk a határt. Ez mai napig érvényes. Mai napig érvényes, tehát 23 termék esetében határ lezárva, csak tranzitként leplombálva, és ha kell, mélységellenőrzéssel kombinálva, kikísérve az országból. Sőt, ugye az EKR rendszerünk működik, és az EKR rendszer alapján látjuk, hogy mikor érkezik be, és mikor kell, hol kell elhagyni az ország területét, hozzáteszem, hogy a mérlegek is működnek az EKR-rel kapcsolatban, tehát tudjuk, hogy rakottan, vagy pedig üresen hagyta, rakottan beérkezik és üresen hagyja, akkor azt nyilván lehet ellenőrizni. Igen ám, de van itt egy apró gond, hogy Schengenen belül vagyunk, ha észak felől érkezik, ha Szlovákia felől érkezik kamion, ha Ausztria felől érkezik kamion, vagy éppen Horvátország, most már igen, ott is Horvátország felől érkezik, akkor bizony nem állíthatjuk meg a határon, nem kontrollálhatjuk, tehát itt nagy mozgásterünk nincs. Románia felől megállíthatjuk, de ott is csak az okmányokat tudjuk ellenőrizni. Sőt, hát sajnos van egy tapasztalatunk, azt tapasztaltuk, hogy a kedves szomszédos országokban több tagállamról beszélek, és Bulgária sem igazán a barátunk itt a gabona forgalomban. Bizony azt tapasztaltuk, hogy oda beérkezett gabonát uniós gabonaként hozták már be Magyarországra. Nyilván a mi kedves kereskedőink és nagyipari feldolgozóink sem voltak a barátaink, azért ezt is el kell mondani nyíltan és őszintén. Betároltak rendesen, és mai napig még jelentős mennyiségű gabona van a raktárakban. Nyilván ez nyomja a magyar piacot, és hát az nekünk gyengeli az, hogy a magyar kereskedők, hát hogy mondjam, lelkét, ez lelkiismeretét ez terheli, ebből még nem lesz gazdasági eredmény, és pontosan ezért nyilván különböző intézkedések is születnek. Mitől és miért ilyen versenyképesek az ukránok? Ugye azt kell látni, hogy van 41 millió hektár földjük. Szoktuk mondani, hát enyhe túlzással, hogy nálunk centiméterben olyan a humusz réteg vastagsága, mint náluk méterben. Tehát magyarul nagyon kiváló minőségű termőföldek, és ez több mint 41 millió hektár. És ami nagyon fontos, hogy ez nem az ukrán gazdák művelésében, kezelésében van nagy részt, hanem ukrán oligarchák, amerikai befektetők, arab befektetők, kínai befektetők, és ami kiemelten fontos, a későbbiek során majd szóba kerül, kiemelten fontos az, hogy az Európai Unió régi tagállamainak a nagy befektetőinek a kezében. Eddig csak használhatták a földet, de legkorszerűbb technológiai rendszereket alkalmazzák, genetikailag módosított növényvédőszereket alkalmaznak, egyetlen álló, tehát olyan növényvédőszereket alkalmaznak, mi eddig 20 féle hatóanyagot azonosítottunk be, amit már az Európai Unióban legalább 10 éve kitiltottak. Ilyen helyzet van, és állatjóléti kérdésekben úgy szintén semmilyen előírás nem kell betartani. És nem csak alapanyagot hoznak be, hanem feldolgozott termékeket, élelmiszeripari termékeket. Ad abszurdum, képzeljük el a legszélsőségesebb, hogy még képesek még a napraforgó héjat is bálázva behozni, mert még a nekik az is minden eladó. Minden eladó. Ha az önköltségüket nézzük, a felét sem éri el az Európai Unió tagállamaiban működő önköltségnek. Nos, így állunk,
és így zártuk mi le a határt, de még egyszer mondom, a tagállamok részéről a beáramlás az bizony tetten érhető, el kell mondjam, hogy folyamatos ellenőrzés van. Van, látom, kamera itt van, ettől függetlenül oda nézve mondom, igen, van olyan, amikor azt látják az országúton, hogy kamionokat kiterelik, fogják egy kicsit a forgalmat, csak főleg, ha jelzés van, mélységellenőrzések zajlanak, és nyilván megteszünk azt, amit lehet. Azonban ez nem elegendő. Mert az Európai Bizottságot több esetben kértük. Most várjuk azt, hogy a bizottság mikor lép Magyarország ellen. Szerencsére itt a lengyelekkel egyformán gondolkodunk, még akkor is, ha ők most egészen másképp ítélik meg a háborút, és a háborúról csak annyit hadd mondjak. Egyetlen egy környezetvédő szervezetet nem láttunk, és nem láttunk, hogy tiltakozott volna. Egyetlen egy plakátjukat nem láttuk, és nem láttuk azt, hogy egyszerűen felszólaltak volna, hogy a háború az mekkora környezetrombolás. De az úgynevezett zöld megállapodásban és a zöld szervezeteken keresztül nyomás alá helyezték és helyezik az Európai Unió gazdálkodóit, azáltal, hogy az állattenyésztés az micsoda hatalmas klímarombolást végez, és hogy a különböző talajművelési módokkal tönkretesszük a talajokat, és sorolhatnám. Ezt nyilván visszautasítottuk, és visszautasítjuk. Viszont az adminisztratív terheket pontosan ezekre a dolgokra hivatkozva hihetetlenül megnövelték. Azt gondolom, nem kell elmondani, hogy milyen durva terheket rónak ránk. Volt egy hatalmas felháborodás Nyugat-Európában, a mi részünkről is megtettük azt, amit lehetett. És akkor először a saját házunk tájáról annyit. Ami az Európai Unióban kötelező, tehát amit az Unió kötelezően elír számunkra, és nyilván nem kívánunk forrást veszíteni, azt be kell tartanunk. Amikor az Unió elfogadta végre a közös agrárpolitikai stratégiai tervét, azt követően a nemzeti hatáskörbe nekünk ki kellett dolgozni a nemzeti stratégiai tervet. Magyarország 13-ként, tehát nem utolsóként, hanem valóban rajta voltunk, és mint ahogy államtitkár úr jelezte. Tehát nagyon sokat küzdöttünk azért, hogy időre készüljön el a stratégiai terv, ne veszítsünk évet, ne legyen probléma, ne legyen káosz. 13-ként elfogadták a stratervet, végre elindultunk. Amit tudtuk jól, hogy hatalmas adminisztratív terhek lesznek, mint ahogy elnök úr említette. Igen, arra úgy készültünk és úgy készülünk fel, hogy amit mi megtehetünk, azt megtesszük. Mik voltak ezek? Mik voltak azok, amiket megtettünk? Ami legfontosabb, ha nem tudtuk elhárítani az adminisztrációs terheket, akkor azt mondtuk, van egy hálózat, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ezt a feladatot végzi és átvállalja. Nyilván ehhez nekünk fel kellett készülni, meg nem egyik pillanatról a másikra történt, nyilván ennek költségvetés és minden egyéb vonzata van, nem akarom vég alá rejteni. Lényeg az, hogy költségvetési források rendezve a kamara részére, a munka zajlik, a hálózat bővítés, mint ahogy elnök úr említette, megtörtént itt a megyében is, a falugazdászok képzése, folyamatos felkészítése zajlik, és most már jelenleg a falugazdászokat úgy is nevezzük, hogy falugazdász szaktanácsadók. És az a tervünk, és az a munka zajlik, már nem terv, hogy igenis a falugazdászok segítettek, és segítenek abban, hogy lehetőleg adminisztrációs okok miatt senki forrás ne veszítsen. Az EGN-nél volt probléma. Nem szeretném ezt is elhallgatni, igen, volt. Volt, mert amikor elindul egy új fejezet, akkor nyilván ott a számítástechnikusok, informatikusoknak nagyon komoly informatikai fejlesztéseket kellett megvalósítani.
Volt gondunk az Európai Unió informatikai rendszereivel is, volt gondunk a műhold működésével, a TMR működéssel, azt gondolom olyan sokan bosszankodtak emiatt éppen eleget, de volt gondunk azzal is, hogy az elektronikus gazdálkodási napló megnyitása bizony nagyon sok kívánnivalót hagyott maga után. Nem volt más megoldás, és ezt mondjuk ki őszintén, mi volt az vezérelt bennünket, hogy forrásvesztés nem lehet. Ha nem volt más lehetőség, akkor nyilván központilag mindenki részére meg lett nyitva a napló, aki addig nem nyitotta meg, és ahol kellett, ahol indokolt volt, ott pedig egy ilyen adategyeztetése való felhívással a dolog rendeződött. A lényeg az, hogy lehet, hogy sok bosszúságot okozott, és ezért elnézést kell, hogy kérjünk. Nem kizárólag rajtunk múlott, de nyilván nálunk is volt ebben a kérdésben gond, de egy biztos, emiatt senki forrást nem veszít. Ez volt az egyik, és nyilván az elkövetkező időszakban itt lesznek változások. Mik történtek, mi volt az, amit még ezen kívül megvalósítottunk? Ha visszagondolunk rá, elnök úr említette a földadót. Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Azt gondolom, hogy véglegesen Magyarország ezt elfelejtette. A német gazdák miért is tüntettek? Az volt az egyik legkiváltó ok, hogy a német gazdáknál a gázolaj jövedéke adó visszatérítést a költségvetési megszorítások miatt úgymond Németországban úgymond eltörölték. Azaz nem kapták vissza a német gazdák, nem tudták visszaigényelni a gázolaj jövedéke adó vonatkozó részét. Magyarországon mi történt? Ha szerény mértékben is, de a visszatérítés mértékét mértük. Nézek elnökasszonyra, amikor a kutak ügye zajlott, ez is egy nagyon komoly, ha elhiszik, ha nem, öntöző kutak ügye egyebek, akár engedéllyel, akár anélkül megfúrt kutak, azt mondtuk, hogy vonalat kell húzni, és le kell zárni az ügyet. Azt lezártuk. Az, ami ezen kívül még a további fejlesztéseknél uniós előírás, azoktól nyilván azokat nem tudjuk megváltoztatni, sajnos az engedélyeztetést azt meg kell oldani, ha fejleszteni akarunk, de visszamenőleges jogalkotás nincs, és visszamenőleges szankció nincs. Vonal alatt van, lezártuk az ügyet, most már úgy ítéljük meg, hogy véglegesen befejezetnek tekinthetjük. Még azon kívül, amit lehetett tennünk, ugye határlezárások megtörténtek. Ahol lehetett, próbáltunk és próbálunk kompenzálni. Egy folyamatos egyeztetés van a NAV-val. Egy dolgot most el kell mondjak. Nyilván megkezdődött egy jogalkotási folyamat, a részletekről nem szeretnék beszélni. Első olvasatban elkészült egy ilyen gazdavédelmi törvénycsomag. Nagyon sok gondunk van még vele. Azt hiszem, hogy még mielőtt társadalmi egyeztetésre kimehet, csak azt akarom érzékeltetni, hogy pontosan tudja és látja a kormányzat, mint ahogy mi magunk is látjuk, és folyamatos az egyeztetés. Pontosan azért zajlik ez az egyeztetési sorozat, meg a jogalkotás, hogy milyen az Európai Unió által engedélyezett módon lehet segíteni a gazdákat. Ezt keressük itthon is, meg ezt keressük az Európai Unió többi tagállamaival. Én magam Olaszországban voltam, az ottani érdekképviselőkkel egyeztettünk, hogy ők hogy tudnak segíteni. Németeknél jártam 2 héttel ezelőtt, úgy szintén Német Parasztszövetség, személyes találkozó, egyeztetés, hogy ők hogy látják. A németek 192 pontban tettek a saját kormányuknak javaslatot. Nálunk van a javaslat, sikerült elkérni tőlük, mi magunk is tanulmányozzuk, hogy hol lehet, melyek azok a pontok. Ezek a fórum sorozatok, én ezt párbeszédnek tartom, ezek is azért vannak, hogy ha vannak jó javaslatok, vagy érzékeljük azt, hogy hol van nagyon nagy feszültség, akkor azt visszük magunkkal. Nem tagadom, ma is volt egy elég magas szintű egyeztetés. Azt is nézzük,
nem rejtem véka alá. Mi magunk is főtitkár úrral együtt kerestük meg, nyilván megfelelő szakmai háttéranyaggal felszerelve, kerestük meg a gazdasági versenyhivatalt, hogy milyen lehetőség, milyen intézkedési lehetőség van arra, hogy ne tudjanak a gazdaság erőfölénnyel visszaélni. Nem egy egyeztetésünk volt az Agrárminisztériumban, és nagyon őszintén nem hangulatkeltésképp mondom, én nem szeretek tartozni senkinek, nem tudom, hogy valakinek is adósak lennék-e, de itt még adósság van, amikor azt mondták a kereskedők, hogy elnök úr, majd a piac eldönti. Csak azt felejtették el, hogy ők ennek óriási hasznát veszik. Tehát ekkor kiszámoltuk, hogy mennyit kerestek akkor, amikor a gazdatársaink óriási veszteséget könyvelhettek el, és nyilván ezt is átadtuk a versenyhivatalnak, hogy szíveskedjenek vele foglalkozni. Nem rejtem vék alá, igen, nagyon nehéz a helyzet, és igen, van egy nagyon rossz hírem, hogy az ukrán helyzet, az nem, az még csak, ami most az ukrán helyzettel kapcsolatban kialakult, ez valaminek a kezdete és nem a vége. Akkor is, ha a háborúnak vége lesz. Akkor is, mert Ukrajna nyilván óriási veszteségeket szenved el a háborúban, Ukrajnának egyetlen egy dologgal tudnak fizetni. Ez pedig az Európai Uniós tagság. Mert jelenleg csak az ígéret, mert 30 évig biztosan tudják felvenni. Hát képzeljék el, hogy ott most mi zajlik. Tehát egy ország, amelyiknek nem tudjuk, hol van a határa. Egy ország, amelyiknek nem ismerjük a népességét. Egy ország, amelyik háborúban áll. Ráadásul egy korrupt ország. Hogyan gondolja valaki komolyan, hogy ők az Európai Unió teljes jogú tagjai lehetnek? Ugye ezt elnézést nem politizálni jöttem, de ezt azért tényszerűen meg kell állapítani. És ezzel az országgal kezdi meg az európai, a brüsszeli csapat a tárgyalásokat. Soron kívül. Nyilván ez az egy, amivel tudják az embereket ott nyugtatni. Csak ennek az árát velünk fizettetik meg. És természetesen, és akkor most egy apró információ Ukrajnával kapcsolatban, földtörvényt megváltoztatták, most január 1-től 10 000 hektárig megvásárolható a föld, 10 000 hektárig, társaságunként, egy gazdasági társaság 10 000 hektárig vásárolhat földet. Hát nyilván majd összeállnak, mert a legnagyobb gazdaság az 574 000 hektár. Képzeljük el ezt a hatékonyságot. Na most, ha itt megnyílik a határ, az unió területe 170 millió hektár. 170 millió. Ukrajna, ő szerintük, amit most én hallok a médiában, 41 millió, az én szerény ismereteim szerint 43 millió hektár. Kiváló minőségű föld. Tehát itt gyakorlatilag, ha ők korlátozás nélkül tudnak termelni, mi pedig nagyon szigorú korlátok között, előírások alapján, hát versenyképességről nem beszélhetünk. Tehát nekünk az a helyzet, hogy most nyilván van egy összefogás az Európai Unióban a gazdák részéről. De látjuk, hogy a városi emberek, már bocsánatot kérek, tudom, hogy Kistenek városában vagyunk, de egy mezővárosban. Itt még azért komoly gondolkodó emberek élnek. De ha Budapesten elmennek egy-egy ilyen ultrazöld fórumra, hát nem hisznek a fülüknek, hogy ők bizony a mesterséges élelmiszereket támogatják, mert az mennyire különleges és az milyen csodálatos. Ők bizony az Európai Unió például a rovarfehérjét már rég engedélyezik különböző termékekbe, sorolhatnám. Tehát ebbe az irányba haladunk, egy ilyen ultraliberális vonal. Itt a nemzet, tehát június 9-én nagyon sok dolog eldől, én azt hadd mondjam nagyon nemes egyszerűséggel, hogy június 9-én Európa sorsa eldől.
mert Európa egyik pillére, a legerősebb pillére ma a vidék és az agrárium, a mezőgazdaság. Ha ez eldől, onnantól kezdve hát elég nehéz helyzet alakul ki. Tehát június 9-én, ha egy olyan európai vezetés lesz, amelyik hajlandó mérlegelni azt, hogy nem lehet korlátlanul ránk engedni az ukrán termékeket, amelyik hajlandó azt szem előtt tartani és mérlegelni, hogy mint ahogy nekünk szigorú feltételekkel lehetett Európai Uniós teljes jogú taggá válni, ugyanúgy ez Ukrajnára és a többi csatlakozó országra is igaz. Kell, hogy legyen. Egyelőre ezt nem így érzékeljük, ha nem mutatom önöket, akkor személyes élményemet hadd mondjam el. Március 17-én Bécsben volt a Dunamenti országok parlamenti elnökeinek a konferenciája. Ott volt az ukrán házelnök is, és ott volt az Európai Parlament elnöke is. És a Dunamenti országok parlamenti elnökei. Magyarországot én képviseltem, és megmondom őszintén, egyetlen olyan eseményen vettem részt, ahol senki nem ütött össze a tenyerét, mit gondolnak miért. Mert nyíltan, egyenesen, őszintén beszéltem. Nem bántóan, de tisztán. Hogy mindenki értse. Hogy ez így tarthatatlan. És Európa a saját veszélybe rohan, és nekünk itt élnünk kell, és itt élni is akarunk, és élni is fogunk. Az nem akarom megnevezni, de hát tudják, hogy melyik a Dunamenti országok. Mindegyik elnök kivétel nélkül, vagy alelnök, elnök alelnökök voltak ott, kivétel nélkül az ukrán házelnököt egekbe emelve, és letéve a nagy esküt, hogy ők mindent megtesznek azért, hogy ők győzzenek és boldoguljanak. Mert nekünk az a dolgunk, hogy őket segítsük, mint ahogy a nyáron a tárgyalásokat volt egy fiatal gazda demonstráció Brüsszelben, ahol a Cseh Tibor kollégám vezette a tárgyalásokat, és azt méltóztatott mondani az Európai Unió agrárbiztosa, hogy az európai gazdáknak is tudomásul kell venni, hogy ők ennyivel és ezzel tudnak hozzájárulni Ukrajna háborús győzelméhez. Hát kedves barátaim, itt tartunk. Nos, most a demonstrációk hatására hát néhány ponton engedni kell, vagy kellett az Uniónak. Ezek az engedmények úgy néznek ki ma, hát néhány kérdésben. Az első az, ami közös követelés volt, az adminisztratív terhek. Az adminisztratív terhek esetében annyit értek el, most majd mondom a végén, hogy mikor valósul ez meg. Egyelőre a javaslatok szintjén olyan megállapodás született, hogy például a parlagoltatástól úgymond eltekintenek, hogy milyen formában ennek a részletes kimunkálása még zajlik. A másik, ami egy ilyen izgalmas kérdés volt, hogy hát a 10 hektár alatti, tehát a kisgazdaságok esetében szintén eltekintenek a teljes körű adminisztrációtól, de nem azt mondták, hogy a jogszabályt visszavonják, hanem azt mondták, hogy ellenőrzést nem végeznek, és szankciót nem alkalmaznak. De nem vonják vissza a jogszabályt. Mit jelent ez? Várják a június 9-ét. Láttunk már ilyet, tapasztaltunk ilyet. A másik dolog, ugye talán még azt kellene kiemeljem, ugye, hogy igen, a parlagoltatás, a 10 hektár alattiak, hát ez az, ami meg az adminisztrációs terheknél bizonyos területen van. A másik, hogy a piaci hatások tekintetében, ugye azt több ország felvetette, Magyarország kiemelten, hogy hát akkor vámot, tehát az uniós termékekre a vámokat állítsák vissza.
erről hallani sem akartak. Végül elindultak egy olyan irányba, hogy a 22 és 23-as évet tekintsék a bázisnak, ennek a két évnek az átlagát vegyék alapul is, e fölötti mennyiségre határozzanak meg vámot. 500%-kal nőtt a baromfi hús behozatal, 350%-kal a tojás behozatal, hihetetlen mértékben nőtt a gabona behozatal az unió teljes területére, és itt már nem csak a frontországokon keresztül beáramló gabonáról beszélek, hanem most már a víziút is szabad. És ezen is az uniós tagállamokba szállítottak gabonát is. Nos, tehát mi azt mond, és ráadásul mi azt több tagállam kérte, hogy legalább a 21-es évet vegyék még bele, hogy ott még sokkal kevesebb volt a gabona export az unió területére, ukrán részről, ezt már nem voltak hajlandók. Tehát látszik, hogy igenis nekik az az érdekük, hogy biztonsággal itt Európa területén értékesítsék a gabonát. Amiért azt mondtam, hogy ez még a kezdete valaminek, ezt arra alapozom, hogy Oroszország, amit mondtam, jelentős mértékben megnövelte a gabona fajlagos hozamait, és megnöveli a termő területeit, mert ahogy a klímaváltozás zajlik, ahogy észak felé a felmelegedés történik, ők fokozatosan évente 1-2 millió hektár termőföldet vonnak be a termelésbe. Ez nagyon, nagyon veszélyes ránk nézve is, mert hatalmas a gabona termőkapacitásuk, az állattenyésztésük. Na ez az egyik dolog. A másik viszont az, hogy az oroszok kiszorították Ukrajnát a régi piacaikról. Átvették a piacaikat, Ukrajna pedig szépen teríti le Európát. Nekünk így kell megtalálnunk azt, hogy milyen piacvédelmet tudunk megcsinálni, hogy hol tudjuk esetleg a termelést diverzifikálni, milyen új megoldásokat tudunk, technológiai megoldásokat, milyen termékekkel tudunk piacra menni, hogyan tudjuk a hozzáadott értéket növelni. Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Ma, már bocsánat, azért vagyok ilyen ünnepi díszben, mert éppen ma Budapesten volt egy komoly konferencia, ahol épp a helyi piacok védelme, a rövid ellátási lánc, a közétkeztetéssel kapcsolatos intézkedéseket tettük nagyító alá, minisztériumok képviselőivel és szakértő kollégák részvételével. Azt tudom mondani önöknek, hogy pillanatnyilag ezeken a dolgokon kell gondolkodnunk, hogy hol tudunk, milyen új kultúrákkal tudunk változtatni, és ebben nem lehet a gazdákat magukra hagyni. Ezt most már mindenki világosan érti, tehát itt csak közösen kormányzattal, egyetemekkel, kutatóintézetekkel és európai szakmai szervezetekkel együttműködve tudunk valamilyen megoldást Európa számára megtalálni. Nekünk természetesen a legfontosabb, hogy itthon mi tudjunk boldogulni, de nyilván együttműködésben. Tehát körülbelül most itt tartunk. A legalapvetőbb és legfontosabb követelésünk az, hogy az, ami számunkra kötelezően előírt, azt a harmadik országokban, ahonnan Európa számára behoznak élelmiszer alapanyagokat, de élelmiszer ugyanúgy követeljék meg. Na hát erről nyilván hallani sem akarnak, azt gondolom, hogy ehhez nem ez a európai vezetés soha nem lesz partner. Meglátjuk, hogy június 9-én mi milyen módon tudunk változtatni. Magunk részéről én azt gondolom, hogy a javaslatokkal készen állunk. Meglátjuk, hogy lesz ehhez erünk majd a választási eredmények birtokában. Nem kampánygyűlésen vagyunk, de azt még egyszer aláhúzom. Nagyon sok múlik rajtunk, és az európai emberek egy jelentős része ma már, főleg a demonstrációk hatására úgy gondolom,
hogy döntött változásokra számítunk, nem lesz egyszerű. De voltunk már nehéz helyzetben, abból is ki tudtunk jönni, és ebből is kifogunk. Én úgy érzem, hogy a magyar emberekben van annyi erő, kiállás és elszántság, hogy ezen a helyzeten úrrá tudjunk lenni. Én köszönöm a figyelmüket, ha túlzottan hosszú voltam, megértésüket kérem, de ha kérdés van, állunk rendelkezésre. Köszönöm szépen!